De bombázás nem volt akkor Kárpátalján. Nem volt semmi. Egyszer volt ott Volócnál valami, és akkor is azt terjedt el az ukrán médiába, hogy Magyarország felől lőtték a bombát. Február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát. Azóta számtalan hír kering a levegőben, de mi folyik Ukrajnában valójában? A kárpátai magyarok nem nagyon mernek beszélni, mert Ukrajnában ezért elviheti őket a hatóság, mivel államellenes tevékenységet folytatnak. Most viszont szeretnék nektek bemutatni valakit, aki nemrég menekült át Ukrajnából, és hajlandó, bár az arcát nem vállalja, de kamerák előtt hajlandó elmondani, hogy mik a tapasztalatai, és mit élt át az elmúlt 10 évben. Szia, köszöntelek a stúdióban! Szia! Tényleg valós veszélye van annak, hogyha az ukrán hatóságok megtudják, hogy te erről beszélsz, még akkor is, hogyha igaz, akkor bármilyen akciókat foganatosítanak ellened? Hát szerintem igen, és nekem még vissza kell térnem a határon, és nem szeretnék felkerülni a halállistájukra. Van ilyen, hogy halállista? Persze. És ez hogy néz ki? Hát ez a Mirotvorec, ahol Orbán Viktor is ott van, meg Bájer Zsolt is, meg Szijjártó Péter is. És számos magyar, kárpátai magyar képviselők is. Igen. Azt a nézőknek gyorsan még elmondom, a Mirotvorec, az a magyarra fordítva béketeremtő nevű weboldal, amit az ukrán hatóságok sajnálatos módon nem tudtak letiltani, ott konkrétan listázzák azokat a kárpátai magyar állampolgárokat is többek között, akik szerintük ukrán ellenes tevékenységet folytatnak. De haladjunk tovább inkább az ukrán kérdésben. Menjünk vissza 10-20 évet az időben. Te tapasztaltál bármilyen ellentétet a kárpátaljai kisebbségek között, ilyen ukrán-magyar-orosz ellentét? Nem, akkoriban egyáltalán nem. Nagyon békésen éltünk, és nálunk a családban is több nemzetiségű emberek vannak, és mi mindig is jól kijöttünk ki egymással, szomszédokkal is, barátokkal is, tehát 2014-ig nem volt semmilyen probléma. És voltak akkoriban így ténylegesen az elmúlt 10-20 évben magyar ellenes megnyilvánulások? Én személy szerint nem igazán tapasztaltam. Amikor iskolába jártam, akkor mivel az volt a városomban az egyetlen magyar iskola, akkor sokszor az ilyen orosz meg ukrán iskolások csúfoltak minket, hogy magyar kecske meg fasiszták meg ilyenek. Tehát a magyarokat mindig lenézték. Mert ugye volt még olyan a Vereckei hágon lévő emlékművet, leöntötték, felgyújtották, ilyenek is voltak. Igen, ez volt. Igen. És milyen volt az ukránok és az oroszok viszonya Kárpátalján? Hát én nem igazán tudom ezt megmondani, mert mondom, így a családon belül csak tudom, hogy nálunk így mindenki békességben élt egymással, és így sok, a férjemnek is nagyon sok orosz barátja volt, és mindig is jóba voltak egymással. Tehát nem vettem volna észre, hogy lett volna. Nyilván voltak ilyen irigy emberek, akik ilyen besugók voltak még gyerekkoromban, mivel a mi családunk, mivel a nagymamám Debrecenben született, tehát gyakran jártak ide Magyarországra, és akkor ilyen irigykedésből így feljelentkeztek, hogy mi itten seftelünk, meg ilyesmi, szóval ilyen irigységből inkább a magyarokra irigyek voltak, hogy mondjuk tudtunk ilyen jobb ruhákat venni, meg hordani, szóval hát ez még a Szovjet. De ez még a Szovjetunióban. De inkább engem jobban érdekel inkább az úgynevezett szabad Ukrajna, már a rendszerváltás után, hogy akkoriban ugye mondod, hogy van magyar iskola, és ha jól tudom, két gyereked is van. Ők milyen tannyelvű iskolába jártak, gondolom? A magyar iskolába jártak, mind a ketten, igen. És ennek, hogy érted, van valami hátránya vagy előnye annak, hogy magyar vagy ukrán tannyelvű iskolába járnak? Hát ott nyilván van, mert a magyarok a magyar iskolába az ukrán nyelvet nem tudták elsajátítani, mivel nem tanították, tehát idegen nyelvként, hanem ők már eleve anyanyelvi szinten kezdték ezt oktatni, és azért az én gyerekeim nem tanulták meg a nyelvet. Én egyáltalán nem tudom, mert én csak oroszot tanultam az iskolába, tehát én csak ezt a kárpátaljai nyelvet tudom, ezt a ilyen konyha nyelvet. Amúgy én se tudok ukránul, de nekem ebből nem származott hátrányom, mert én mindig is mondtam, hogy én nem tudok, és nem fogok megtanulni most ukránul, mert ha jönnek majd a kínaiak, akkor meg kínaiul fogjak tanulni, úgyhogy én nem. Ugye még ez azért érdekes, mert ezt még megint csak a nézők nem tudják, hogy Ukrajnában, mint történelmi kisebbség van jelen a magyar, és akár az orosz, vagy más nemzetiségűek. Tehát az azt jelenti, hogy hamarabb éltek ott magyarok, mint hogy Ukrajna létezett volna.
És Ukrajna egyszer csak ugye kitalálta akkor, hogy most a nyelvtörvényt is, ahogy bevezette, de még azelőtt is a magyar iskolákban anyanyelvi szinten oktatta az ukránt. Tehát a tanterv azt feltételezte, hogy a diákok már beszélik a nyelvet, és csak a nyelvtani szabályokat kell megtanulni. Ez olyan, mint ahogy itt Magyarországon oktatják a magyart, viszont az angolt már idegen nyelvként oktatják. Ugye, tehát ez komoly problémát okozott, én mint érintett, én tudom jól, hogy magyar iskolában ukránul nem lehetett megtanulni, viszont az ukrán iskolának az én szememben az volt a hátránya, hogy ott bár megtanultak a gyerekek magyarul, de egy magyar anyanyelvű gyerek, hogyha bekerült egy ukrán iskolába, a tantárgyat nem tudta elsajátítani. Szerinted ez mennyire valós? Szerintem ez valós, mert a tantárgyat csak akkor lehet elsajátítani, ha az anyanyelveden tanulod, és nekem mondjuk szerencsém volt, mert én magyarul tanulhattam minden tantárgyat. De amikor a fiam, igaz, a fiamnak is szerencséje volt, mert ő magyar nyelvű liceum, ilyen magániskolába tanult, tehát ott nem volt ez kötelező, mert a magániskolákra ez a törvény nem kötelező. Uh-huh. És a lányom pedig addigra már befejezte az iskolát, úgyhogy mondjuk engem ez így közvetlenül nem érintett, igaz, csak így felháborodási szinten, de így közvetlenül engem ez nem érintett. Most beszéljünk picit az ukrán-orosz viszonyokról. Ugye azzal vádolják Oroszországot, hogy folyamatosan gyarmatként tekintett Ukrajnára, és rövid pórázon tartotta, ugye ez eredményezte a 2014-es tüntetéseket. És te mennyire érezted azt korábban, hogy Oroszország ilyen gyarmatként tekint Ukrajnára? Vagy volt ebből bármilyen hatása ennek ott Kárpátalján? Én korábban ezzel egyáltalán nem foglalkoztam, nem is érdekelt, nem is néztem soha ukrán tévét, se híreket, se azt tudtam igazából, hogy na jó, csak azt tudtam, hogy ki az elnök, de amúgy én nem érdekelt. 2014 óta, amikor kirobbant ez a forradalom, akkor nagyon odafigyeltem, napi szinten néztem a híreket, és tehát csak azóta vagyok így képbe, hogy mi is folyik. Addig halvány lila gőzöm se volt, hogy mi folyik ott. Akkor inkább úgy kérdezem, hogy akár az elmúlt 10-20 évben, tehát Ukrajnában biztos vagyok benne, tehát mint én, aki átéltem ezt, nem volt az élet soha jó, az nem volt egy tejjel mézzel a folyó kánán, tehát ez tévhit. Viszont szerinted a te olvasatodban mennyire volt kiszámítható az élet régebben? Én nem panaszkodhatok. Nekünk egy nyugodt és jó életünk volt. A férjemnek volt egy vállalkozása, egy nagy házunk van otthon, tehát mi jól éltünk. Jött ez a forradalom, és beköszöntött a bizonytalanság, a félelem, az aggódás. A férjemnek el kellett külföldre kellett utaznia. És akkor a vállalkozás az ugrott. És a vállalkozásának annyi lett, nekem a gyerekeim miatt ott kellett hogy maradni, hogy befejezzék a tanulmányaikat, de már akkor elterveztük, hogy onnan elmegyünk. Tehát nincs jövő. Milyen volt a közhangulat így még akkor a forradalom a Majdan idején? Te hogy emlékszel, hogy élték meg ott az emberek a Majdant? Hát akkor úgy elhitték, hogy az EU-hoz csatlakoznak, még ilyen, mert én is elhittem igazából. Azt hittük, hogy minden jó lesz, hogy belépünk az Európai Unióba, és akkor tejjel mézzel folyókán lesz az életünk, de hát sajnos ez nem így történt. Jelenleg sajnos más folyik éppen Ukrajnában, és ez senkinek sem kedvez. Jó, hát akkor térjünk rá most a 2014 utáni eseményekre, viszont most elmegyünk egy rövid szünetre, de hamarosan jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Ugye arról beszélgettünk, hogy Ukrajnában 2014 volt az a fordulópont, amikor megváltozott az egész politikai közhangulat. De szerinted mikor volt az az időszak, amikor ez már ennyire kiélesedett? Előtte is benne volt ez a levegőben, vagy ez inkább utána kezdődött? Nem tudom, mert addig nem érdekelt engem ez az egész politika. Én azt tudom, hogy addig simán éltünk, ki tudtuk fizetni a gázt, a számlákat, tehát nem is volt olyan drága, úgyhogy engem ez egyáltalán nem érdekelt. Mekkora változás volt a gázár és az ilyen szempontjából az elmúlt pár évben? Borzasztó. A gázár, én nem is tudom, a hányszorosára nőtt, de például az anyukám a nyugdíjának, amennyi az összes nyugdíja, tehát nem fedezte csak a gázszámlát. Ezt tudom mondani. Tehát egész nyugdíj nem tudta, nem, ezt tényleg gondolom. Csak a fűtésre. Uh-huh. Igen. És azt mondod, hogy 14-től, vagy inkább az ekkori eseményektől követted a belpolitikát Ukrajnában. Az orosz ellenesség az látható volt. Viszont
te hogy olvastad, vagy mit láttál, milyen volt a magyarok felé való viszonyulás az ukránoknak? Mert ugye akkor kezdődött egy ilyen ukránosodás. Tehát hogyan beszéltek a kárpátaljai magyarokról, és úgy általában az anyaországi magyarokról? A kárpátaljai magyarok rögtön ellenségként tekintettek rájuk, mindig attól féltek, hogy vissza akarják szerezni Kárpátalját, és akkor ilyen nagyon sokszor így a sajtóban, Ungváron van egy ilyen újságíró, aki nagyon utálja a magyarokat, és állandóan ilyen cikkeket ír, amiben így, tehát így provokálja az ukránokat, ugye a gyűlöletkeltés a célja. Milyen cikkek, tudnál mondani egy példát? Hát például, hogy a magyarok vissza akarják szerezni, hogy nekik ez van, hogy Orbán Viktor megállapodott Putyinnal, hogy szóval, hogy visszaszerezzék Kárpátalját. Igen, hogy Putyinnal visszaadja nekik Magyarországnak. Szóval ilyeneket, és akkor ezzel persze a magyarokat sodorja bajba, mert aztán kezdődnek a mindenféle ilyen feliratok, meg fenyegetőzések, meg hogy összekarcolják mondjuk a magyar rendszámú autókat. Ilyen megtörtént? Igen, ez Beregszászban történt konkrétan. Tehát az ukrán rendszámú, meg a lengyel rendszámú, az hozzá se nyúltak, de a magyar rendszámot azt több tizet is megrongáltak. Szóval ilyen látszik, hogy ilyen magyar ellenes. És akkor ugye ez az új, gondolom nem egy ilyen újságíró van több, és Ukrajna, tehát Ukrajnában az állam, vagy valami tesz valamit azért, hogy a kisebbségeket valamilyen szinten megvédje az ilyen támadásoktól, vagy ennek teret adnak? Nem tesz, szerintem nem tesznek semmit. Így beszéd szintjén így azt mondják, hogy persze kinyomozzák, meg provokáció, meg hogyha valami történik, az mindig az oroszok csinálják, rájuk fogják, de amúgy nem történt semmi, szerintem semmi változás, tehát pozitív változás nem történt. Szintén érdekesség, ezt a nézők sem tudják, hogy megjelent egyszer a Beregszász határában egy férfi, egy maszkos férfi, és ott konkrétan megfenyegette a kárpátaljai magyarokat azzal, hogy megmérgezi az ivóvízüket, és amikor ugye ezért a rendőrséghez fordultak a KMKSZ képviselői, akkor az ukránok azt nyilatkozták, hogy ez az oroszoknak a provokáció, az oroszok próbálják a kárpátaljai magyarok ellen hergálni az ukránokat, és fordítva. Érdekesség, hogy az ezt követő héten az ukrán terrorelhárítás megjelent a kárpátaljai magyar főiskolán, és házkutatást tartott, mivel hogy szintén államellenes tevékenység vélt gyanúja miatt, mert találtak egy nagy Magyarország térképet, egy történelmi térképet, ami bizonyítékként is szolgált nekik. Tehát érdekes, az ukránok azt mondják, hogy az ilyen magyar ellenes támadás az csak orosz provokáció volt, viszont nem sokat tettek azért, hogy megcáfolják ezeket a híreket. Úgyhogy én, mint kárpátaljai magyar, én sem nagyon éreztem azt, hogy Ukrajnában bármilyen lépések lennének azért, hogy a kisebbségeket megvédjék. Na most a Majdan volt az, amikor azt mondták, hogy Ukrajna független lesz és szabad, és csatlakozik az Európai Unióhoz, mert elzavarják a gonosz elnököt, Janukovicsot, aki orosz párti volt, orosz barát. Te mit éreztél ebből a függetlenségből, vagy hogyan tudnád jellemezni, mi változott a Majdan óta? A Majdan óta rosszabb lett a helyzet. Az élet, mondom, hogy a család, nagyon sok család szétszakadt, mert mivel a munka lehetőségek nullára csökkentek gyakorlatilag, pénz, tehát abból a pénzből, amit ott keresni lehetett, nem lehetett melltartani a családot, és ezután a Majdan 14-ben volt, a férjem 15-ben kénytelen volt elutazni. Ennyire nem voltak már lehetőségek. És most egy nagyvárosról beszélünk, tehát nem vidékről beszélünk most. És ugye akkor lebegtették be ezt a nyelvtörvényt, hogy ugye Ukrajnában egyetlen nyelv van, az ukrán nyelv, mert ugye korábban az oroszt is lehetett használni, mint államnyelvként, mert a Ukrajnának a jelentős része orosz ajkú. Na most ez a nyelvtörvény, mondod, a gyerekeid már kb. Az iskolát elvégezték, de egy ismerősi körben mennyire volt hatása ennek a nyelvtörvénynek? Hát ismerős körben így felháborodás szinten volt, mert igazából Van valakid, aki ebben a szférában érintett? Hát az, aki érintett, az mondjuk ilyen vegyes családból, mert az édesapa volt ukrán, úgyhogy nekik ez nem volt különösen probléma. Nekem, én háborodtam ez ellen, mert mivel a férjem is és én is magyarok vagyunk, tehát nekünk ez... Tehát hogyha az én gyerekemnek ez kötelező lett volna, akkor ez engem nagyon felháborított volna. Engem az is felháborított, hogy
mondjuk egyszer így vásároltam a piacon, és akkor az ismerősömtől, akivel magyarul beszélgettem, és akkor állt a sorba egy ukrán, és akkor morgott otthon, hogy miért beszélünk magyarul. Tehát olyan szinten, és azért is magyarul beszéltünk, hát nem mondja már meg nekem a piacon egy ember, hogy én hogy beszéljek, szóval ilyen szinten így felháborítónak tartottam, de amúgy én nem beszéltem soha sehol ukránul, mivel nem is tudok. Tehát oroszul, vagy úgy, tehát ez a kárpátaljai nyelv, amit mondjuk egy igazi ukrán meg se ért. Ez keveréke nyelv, az ukrán, igen. Magyar és orosz, tehát ez a ruszin, az a hegyi nyelvjárás. Igen, ott. És akkor volt még más problémád abból, hogy nem ukránul szólaltál meg ott? Nekem nem. Én igazából én házi, na, háztartást vezetek, tehát én nem dolgozok sehol, úgyhogy nekem úgy nem volt ebből gondom. De akkor ez a piacos története szerinted mennyire gyakori, vagy mennyire tud ez? Hát ez szerintem gyakori, mert ez a magyar gyűlöletkeltés, ami megy a sajtóba is, meg az ukrán médiába, tévébe, ezáltal az emberek így már így néznek ránk. Egy például 2017-ben kórházba kerültem, na és csupa ukránokkal feküdtem, és akkor beszélgettünk erről az egész háborús helyzetről, mert akkor nagyon sokan mentek oda a keleti frontra, ottan harcolni, ez a terror elhárítási művelet keretében, és akkor elkezdtem magyarázni ottan a nőknek, hogy Magyarország mennyit segít, hogy mennyi gyereket is nyaraltatnak, ezek az Erzsébet táborok, meg viszik őket a Balatonra, és ő csak ilyen kerek szemmel, így nyitott szájjal nézte, hogy ő ezt nem hallotta, hát, hogy az ukrán tévéről egyáltalán nem számol be. A magyarok egy csomót segítettek, és ők egyáltalán ezt erről nem beszélnek, tehát bárki segít, lengyelek, németek, az persze fő oldalon van, de a magyarokat még csak meg se említik. És szerinted ez miért van? Hát azért, mert gyűlöletkeltés van a magyarok ellen, és nehogy már valami pozitív dologot halljanak a magyarokról. Szóval akkor az egy megkomponált, úgy érted, hogy ez meg van komponálva. Értem. Na akkor most megint elmegyünk egy rövid szünetre, és akkor innen már jövünk vissza, és beszélgetünk a jelenlegi eseményekről, arról, hogy mi zajlik Ukrajnában, és hogy néz ki a háborús szintér, és ez mennyire érinti Kárpátalját. Ne menjetek sehol. És vissza is tértünk, ugorjunk egy nagyot az időben, február 24-e 2022. Oroszország megtámadta Ukrajnát. Erre így lehetett számítani, vagy ez így be volt lebegtetve a sajtóban, vagy ez teljesen váratlanul jött? Igazából szó volt már róla, sőt, még időpontot is, még azt is mondták, hogy csak február 22-ére, ha jól emlékszem, jósolták, és hajnali, nem tudom, 5 óra vagy 3 óra, már nem emlékszem, csak még csodálkoztam is, hogy ilyen időre pontosan. Tehát így benne volt róla szó, de senki se hitte el, hogy ez meg fog történni. És te mikor jöttél el az országból? Én két hónappal ezelőtt. Tehát akkor, ha jól számolom, akkor még... Május 15-én jöttél. Amikor, tehát akkor neked még vannak ott rokonaid, meg családtagjaid, gondolom. Igen. És ők hogy viselik ezt? Hát nehezen viselik ezt a légiriadókat, amik vannak, mert az elején, az elsőre az ember nyilván megijed, mert még soha életében nem élt olyat át, és az első az pont éjszaka volt, és tehát nagyon-nagyon stresszes volt, mert azt se tudtuk, hogy mi fog történni. Aztán az ember már belefásul ebbe az egészbe, mert nyilván bombázzák ott keletet, de nem tudom, Kárpátalján miért kell akkor légiriadónak lennie. De az embert így pszichológiailag így kikészíti, ez ilyen stresszes, és volt is ilyen alkalmazás a telefonra, hogy jelez a riasztó, hogyha a légiriadó van, és egyszerűen kitöröltem, mert egyszerűen nem bírtam így idegileg. Úgy milyen mondottam, gyakran volt? Hát volt olyan, hogy naponta 4-szer is volt olyan. És ez ilyen próba jellegű volt, vagy volt-e? Nem próba, ez élesbe volt a riadó. De bombázás nem volt akkor? Nem volt semmi. Egyszer volt ott Volócnál valami, és akkor is az terjedt el az ukrán médiába, hogy Magyarország felől lőtték a bombát. Komolyan ilyet mondtak? Igen. Hogy Magyarország felől? Igen. És ez mennyire kapott szárnyra Ukrajnában? Hát nem tudom, a nővérem még a Facebookon vitatkozni is kezdett azokkal, hogy
Tehát, hogy... Tehát akkor ennek volt egy hulláma. Volt egy ilyen hír volt belőle, igen. És a családod többi tagja, a közvetlenül férjed, gyerekeid már akkor korábban eljöttek onnan, igaz? Igen. Ők még a háború előtt jöttek el. És akkor most nem is tudnak visszamenni? Nem. Tehát, hogy akkor, hogyha ott maradnak, akkor van a reális esély, hogy elviszik őket katonának? Természetesen. És ez hogy, mert ugye amikor én is ott éltem nálunk, úgy volt abban az időben, én is már rég eljöttem onnan, és aktívan már nem élek ott, de úgy volt, hogy a behívókat, amikor hatköteles korba lépsz, akkor küldenek egy behívót neked, amit személyesen kell átvenned, és bemész a hat kiegészítő parancsnokságra, ott eligazdítanak, és hogyha dolgozol, hogyha dolgozol, akkor elvihetnek katonai szolgálatra egy évre is akár, ha pedig tanulsz, akkor aztán ameddig be nem fejezed a tanulmányaidat, addig nem visznek el, utána pedig szintén visznek. Viszont most a behívások azért megszaporodtak, ez hogy néz ki? Hát most például a múltkor a taxis mesélte, hogy így, tehát a benzinkutakon, ahogy álltak a sofőrök, tehát a sor volt, és akkor ott osztogatták, tehát ahol állnak, vagy így az utokon megállítják, igazoltatnak, és már is írják ki a behívót. Tehát bárhol. Tehát nincs olyan hely, ahol nem tudnak, tehát joguk van állítólag, mert ügyvédek is mondták, hogy hadi állapot idején ehhez jog bárhol oda lehet adni. Tehát már majdnem, hogy már mobiltelefonon is át lehet nyújtani. Tehát és mi van, hogyha valaki nem akar menni katonára? Hát akkor hazaáruló, és akkor börtön. Tehát azt mond maga után. Most úgy mondom, mintha nem tudnám, de akkor mi van ezzel a romantikus ábrándal, hogy egy nagy honvédő háborúban be önkéntesek csatlakoznak? Tehát a kárpátaljak mennyire akarnak ebben részt venni? Hát szerintem akik részt akartak venni, azok már jelentkeztek önkéntesnek, és azok már sajnos meghaltak egy csomóan. De amúgy szerintem, aki nem akar harcolni, azt erőszakkal, tehát azt tényleg csak ilyen golyófogónak viszik oda. És mi van azokkal, mi van akkor, hogyha valaki elviszik a frontra és rögtön megadja magát, mert gondolom ilyen is van? A múltkor olvastam egy ilyen hírt, igaz, ez egy orosz hír volt, hogy talán 31 ukrán katona meg akarta adni magát, és ilyen fehér zászlóval elindultak így az oroszok felé, és a saját katonáik lőtték őket agyon, tehát inkább agyon lőtték, mint hogy megadják magukat. Na most igen, az a... Nyilván ezt az ukrán sajtó nem hozta le. Nyilván, hát most ugye az orosz hírportálokat, meg az orosz híreket azt fenntartással kezeljük, de én úgy vagyok vele, az ukránoknak sem lehet elhinni minden egyes szavukat, ugye láttunk már, ahogy te is mondtad, a bomba állítólag Magyarország felől érkezett, úgyhogy ilyenek is felröppentek. Most beszéljünk még erről a kötelező sorozásról. Neked van személyesen olyan ismerősöd, akit elvittek így, vagy akit elvihetnek, vagy aki kapott így behívót? Hát személyesen nekem van olyan, aki kapott behívót, csak nem reagált rá. És ilyenkor az hogy működik? Hát úgy, nem hogy ő nem vette át a behívót, csak be volt a postaládába, volt bedobva, és akkor az olyan, tehát az ember, a személynek muszáj aláírnia ezt a behívót. Uh-huh. Tehát. És akkor lehet mondani, hogy mondjuk elveszett, vagy nem érkezett meg, vagy ilyesmi. De így csak rettegnek otthon, hogy na, ki mikor kap behívót, de... És hogyha ugye azt mondod, már az utcán is átadják ezeket. Igen. Tehát, hogy, illetve még korábban bejelentett Zelenszky, hogy a 18 és 60 év közötti férfiakat nem engedik ki az országból. Tehát ti hogy jutottatok át? Az én férjem és a fiam még a háború előtt jött át. Uh-huh. Tehát ők még átjöttek azelőtt. De akkor gondolom, ők most nem is tudnak semmilyen módon visszamenni. Nem tudnak. Voltak olyan hírek is, hogy azok, akik háború ideje alatt nem térnek haza Ukrajnába, férfiak hadkötelesek, azokat bíróság elé állítják. Ebből mennyire? Ebből mi igaz? Hát nem tudom, hogy igaz-e, de volt ilyen hír, igen. De ennek még nem volt semmilyen ilyen foganat. Hát nem hiszem, hogy visszatértek volna olyanok, akik most azért... Hát ha bár azt mondják, hogy sokan tértek vissza külföldről, hogy harcoljanak, de nyilván belátják, hogy ez ennek nem sok értelme van. Ugye Magyarország jelenleg a háború alatt elég sokat segített, sőt, rengeteg menekültet befogadott, és rengeteg ételadományt küldött. Te mikor ott éltél, hogy tapasztaltad ezt az adomány, ez eljut a rászorulók, vagy hogy működik ennek az elosztása? Hát én úgy tudom, úgy hallottam, hogy az adomány egy része, egy talán 10%-nyi része, amit mondjuk Magyarország a kárpátaljai magyaroknak küld, abból talán 10%-ot meghagytak, a többit vitték a frontra. Uh-huh. Aztán
sokat, sok ilyen élelmiszert, tehát ez a Caritas is nagyon sokat segített, és én magam is kétszer részt vettem ilyen ételpakolásba, mert a menekülteknek kellett a vonatállomásra kivinni ételt, és tehát nem volt róla szó, hogy ezt a magyarok támogatásával, tehát az egyik lány az direkt kirakta a Facebookra, hogy ez magyarországi támogatás, meg hogy tudják, hogy a magyarok segítenek. Meg van ilyen, hogy magyar étterem, és ők talán 2 hónapon keresztül minden nap, napi, nem tudom, 300 vagy 400 adag ingyen ételt osztottak a menekülteknek. És az ukránok hogyan kommunikálják, vagy hogyan jelenik meg az ukrán sajtóban a Magyarországról érkező támogatás? Sehogy. Nem jó formán nem hallani róla. Tehát én például nagyon-nagyon ritkán olvastam róla, pedig napi szinten olvasom az ukrán sajtót is, de nagyon ritkán, és ezért is felháborító, hogy tehát hiába magyarok elsőként nyújtottak nekik segítséget, de alig említik. És ugye, ahogy mondod, te olvasol ukrán és magyar sajtót is. Most Magyarországról miket írnak? Hát Magyarország ellenség, meg orosz párti, ilyeneket. És ezt alá is támasztják, vagy ez csak... Hát, hogy azért, hogy blokkolják ezeket a szankciókat, hogy a gáz miatt, meg az olaj miatt, és akkor ez nekik így jön le, hogy Orbán Viktor Putyinnal már megbeszélték, már megállapodtak, meg olyan hírek is voltak, hogy amikor Orbán Viktor volt Putyinnál, még a háború kitörése előtt, hogy ők akkor már megállapodtak, tehát voltak olyan hírek is, hogy ők megállapodtak, és azért nem fogják Kárpátalját bántani. Szóval ilyenek. Vannak olyan pletykák, hogy Ukrajnában az üzemanyagból is hiány van, és hogy a kutakon sorok állnak, hogy tankolni tudjanak. Ebből mi igaz? Ez igaz. Nem állnak sorok, mert hiány van, úgyhogy nincs is semmi a kutakon, mert most jöttem vissza a múlt héten, és tehát tök üresek a benzinkutak. Nagyon kevés mell van, ahol lehet talán kapni, és nagyon drága. Tehát taxit is, nem hívtam a taxit, és a taxi se tudott nekem a szolgálat kiküldeni autót, mert nem volt, tehát mondta, hogy keressek mást. Tehát ennyire már fogynak. Igen. De igazából az az érdekes, hogy Ukrajna is ugyanazt az orosz gázt használja, amit Európa, csak még azt tesz egy kört, és innen megy oda-vissza. Miért nem jut Ukrajnához orosz gáz szerint, vagy hogy működött? Mert régen ugye Ukrajna Oroszországtól vette egyenesen. Most az oroszok nem adják, vagy Ukrajna nem veszi, vagy hogy néz ez most ki? Hát, vagy az erről? Oroszok elzárták, úgy tudom, a csapukat. Az ukránok meg ebből nem akarnak, vagy nem mondják, nem tudom. És szerinted lesz ebből béketárgyalás most? Tehát milyen most a közhangot? Szerinted a nép belemenne egy béketárgyalásba? A nép annyira fel van... Tüzelve, spanyol? Fel van, igen, hogy ők egyszerűen nem akarnak. Én úgy tudom, hogy ők mostan ilyen szó se lehet a békéről, mert a béke az azt jelenti, hogy fel kell adniuk a területeket. Holott az elnökünk azt mondta, hogy az elsődleges dolog, hogy béke legyen. De most már másképp beszél, tehát most már úgy hallom a NATO-ról sem mondott le, úgyhogy nem hiszem, hogy... Van olyan ismerősöd, aki személyesen érintett ebben a háborúban, vagy aki a fronton volt, vagy aki emiatt a háború miatt esett el, vagy ilyesmi? Van ismerősöm, akinek a férje halt meg a fronton. És ezt Ukrajnában ezt hogyan lett kommunikálva? Volt valami kárpótlás ezért, vagy... Hát most már nem is nagyon írnak erről. Az elején ott volt, hogy valamilyen pénzösszeget fognak az elhunytok családjainak, de én nem tudom, hogy van ez a pénz, amiért az ember az életét áldozza egy idegen földért. És te tervezed még, hogy vagy akár ti a családod, ahogy visszaköltöztök Ukrajnába, vagy? Nem tervezzük. Ez nem is opció? Nem. És még egy utolsó kérdés, így a te közvetlen környezetedben mennyire akarnak átjönni ide Magyarországba, vagy hány, tehát az ismerőseid mennyire jöttek át, vagy ki maradt még ott, vagy kik maradtak ott így? Hát nagyon sokan jöttek el. Én a templomba, hova járok, ott tulajdonképpen a fél emberek nincs, tehát a létszám nagyon lecsökkent. Nagyon sokan mentek el rögtön, pláne ahogy a háború kitört, mert hát persze mindenki félt, hogy besorozzák, úgyhogy nagyon-nagyon sokan jöttek el. Tehát főleg azért féltek, hogy besorozzák őket? Igen.
most az a baj, hogy ugye én is kárpátai vagyok, ugye ott éltem, ott nőttem fel, nagyon jól tudom, hogy ez hogy működik ott, viszont amikor én ott éltem, ez a kényszersorozás még ilyen durván nem ment. Akkor is fenyegették az embereket, ugye, hogy elviszik katonának, de akkor a katonaságnak az egyetlen félelme az volt, hogy egy pocsék laktanyába kerülsz, ahol az idősebbek fogkefejvel sikáltatják veled a WC-t, de jelenleg konkrétan az emberek az életükért menekülnek. És az sem titok, hogy én körülbelül 15-20 embert kértem meg arra, hogy beszéljen erről, ottani ismerőseimet, akik még ott élnek, és még úgy sem merték vállalni, hogy ki van takarva az arcuk, a hangjuk el van torzítva, mivel konkrétan attól féltek, hogy ha valamilyen üzenet megy ki Ukrajnából, akár a Facebookon, akár az interneten keresztül, őket megkeresi a terror elhárítás és elviszi. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondtad, és ez nagy bátorságról tesz tanúbizonyságot, úgyhogy remélem, hogy mi hamarabb ennek vége lesz, és én is azért haza tudok majd látogatni, mert jelenleg nekem sincsen erre esélye. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm.